Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Tihanyi Bencés apátságból. Virágvasárnap van, ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtt. Ez egyben a bűnbánatot jelentő nagybőjti időszak utolsó vasárnapja és a nagy hét nyitánya. A most kezdődő szentmisét Mogyorósi Márk ányos plébános mutatja be. Kapcsolódjunk be lélekben a szertartásba. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A nagy hét nyitányán, virágvasárnap, mindnyájukat szeretettel és örömmel köszöntöm Tihanyi Bencés apátsági templomunkban, megkülönböztetett szeretettel Tihanyi Egyházközségünk híveit, mindazokat, akik a vasárnapi szentmisét itt az apátsági templomban velünk együtt ünneplik. Örömmel és szeretettel köszöntöm a Duna TV nézőit, különösen is az időseket és a betegeket, akiknek egyetlen lehetőség ez, hogy bekapcsolódhassanak ebbe a szentmisébe. Örömteli lélekkel odaadottan lépjünk oda az Úr elé, ki bevonul Jeruzsálembe, és kérjük, vonuljon be megváltói művével a mi életünkbe is, és legyen gyümölcsöző a találkozás. Kedves testvéreim, a nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Úrunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg arról az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, szenteld meg ezeket az ágakat, hogy akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus és a vele lévők közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél előre küldött kettőt a tanítványai közül. Azt mondta nekik, menjetek be ebbe a helységbe, amelyik előttetek van. Mindjárt, amint bementek, egy szamarat találtok megkötve, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és azonnal elengedi ide. Azok elmentek, megtalálták a szamarat az ajtóhoz kötve, kinn az útelágazásnál, és eloldották. Az ott állók közül egyesek azt mondták nekik, miért oldjátok el a szamarat? Ők azt felelték, amint Jézus parancsolt, és erre elengedték őket. A szamarat elvitték Jézushoz, ráterítették ruháikat, ő pedig felült rá, sokan az útra terítették a ruhájukat, mások meg lombos ágakkal vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Akik előtte mentek, és akik követték, így kiáltoztak, Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön, áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely íme eljön. Hozsanna! A magasságban. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, kövessük a Jézust ünneplő nép példáját, és induljunk békével. Krisztus nevében. Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Izajás így jövendölt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki csak rám néz, mint kinevet, elhúzza száját, fejét csóválja. Az Úrban remélt, hát mentse meg, ha szereti őt, szabadítsa meg. Istenem, Istenem, miért hagytál engem? Kutyák falkája vet körül, gonosztevők serege szorongat engem. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Istenem, Istenem, miért hagytál engem? Elosztják maguk közt ruhámat, és köntösemre sorsot vetnek. Te azonban ne maradj távol, erősségem siess és segíts! Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben dicsőítelek téged. Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, magasztaljátok őt, Jákob fiai, Izrael minden gyermeke, félje őt. Istenem, Istenem, miért hagytál el Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim,
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Krisztus engedelmes lett értünk, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott néki, amely fölötte áll minden névnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kész szenvedése, Szent Márk evangélista szerint, miután a papi fejedelmek az írástudókkal és a vénekkel, és az egész fő tanáccsal már korán reggel ítéletet hoztak Jézus ellen, megkötözve elvittünk és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte Jézustól, te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig így válaszolt. Úgy van, amint mondod. A papi fejedelmek azután sok mindennel vádolták. Pilátus megint megkérdezte, semmit sem válaszolsz? Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus többé semmit sem felel. Ez meglepte Pilátus. A húsvét ünnepén szokás volt, hogy a helytartó elbocsájt egy foglyot, akit kérnek. Volt akkor egy Barabás nevű fogoly, ez azokkal a lázadókkal került börtönbe, ki gyilkosságot követtek el egy zendülés alkalmával. A tömeg fölvonult tehát Pilátus elé, és kezdték kérni a kegyelmet, amit ilyenkor adni szokott. Pilátus megkérdezte tőlük, hát akarjátok-e, hogy elbocsássátok nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy a papi fejedelmek irigységből adták kezébe Jézust. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barrabás elbocsátását kérje. Pilátus azért újra megkérdezte, mit tegyek tehát véle a zsidók királyával? Azok így kiáltoztak, keresztre véle! Pilátus megkérdezte tőlük, de hát mi rosszat művelt? De azok még erősebben kiáltoztak, keresztre véle! Pilátus kedvére akart tenni a népnek, és kedvükért szabadon bocsátotta Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák a helytartóság udvarába vitték, és összehívták az egész csapatot. Bíbor ruhába öltöztették ők, majd tövisből font koronát tettek fejére, és köszöntgetni kezdték. Üdvözlégy, zsidó királya! A fejét náddal verték, majd leköbdösték, és térdet hajtogatván előtte hódoltak neki. És miután így gúnyolódtak, a bíbor ruhát levették róla, majd ráadták saját ruháit, és kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra menő embert, akire Nei Simon, Sándor és Rúfusz atyát,
aki éppen arra jött a mezőről, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Majd kivezették Jézust a vesztőhelyre. Ez volt a Golgota, latinul Kálvária, ami koponya helyet jelent. Ott mirhával kevert port kínáltak neki, de Jézus nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, és ruháin megosztoztak sorsot húzva, hogy kinek mi jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Védkének címét így írták fölé egy táblán, a zsidók királya. 2 gonosztevőt is fölfeszítettek vele együtt, az egyiket jobb felől, a másikat bal felől. Így beteljesedett a Szentírás szava, hogy gonosztevők közé sorolták. A járók előtt pedig káromolták, és fejüket csóválva mondogatták. Hát te, aki lerontod az Isten templomát, és 3. napra fölépíted, hát szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. A főpapok és írástudók hasonlóképpen gúnyolódtak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hadd lássuk és higgyünk. És ugyanúgy szidalmazták őt azok is, akiket vele együtt feszítettek keresztre. Déltől kezdve pedig délután 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óra tájban Jézus felkiáltott nagy szóval. Éli, éli, lama sabachthani. Ez magyarul így hangzik. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték. Lám, illés hívja! Az egyik odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, majd nátszál végére tűzve inni adott neki, és így szólt. Hadd lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig hangosan fölkiáltott, és kilehelte lelkét. Fényes Isten arcot vés fájdalom fedi, mint őszve szönnyű harcot hallott a hírben.
templom függönye ekkor szétszakadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt szemben Jézussal, és látta, hogy nagy kiáltással kiadta lelkét, azt mondta: ez az ember valóban az Isten fia volt. Kedves testvérek, virágvasárnap a nagy hét nyitányán megemlékeztünk az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról, és mi is elébe terítettük alázattal az életünket, hogy abba bevonuljon az ő megváltói tette, műve, és formáljon bennünket, akár áldozatok árán is, igaz emberré, igaz Isten gyermekké, igaz keresztényé. Az Úr szenvedésének mai vasárnapján meghívást is kapunk arra, hogy teljes valónk, szellemünk, lelkünk és testünk párbeszédbe elegyedjen Jézus vállalásával, értünk vállalt áldozatának, szenvedésének a történetével. Az Úr Jézus passiója, szenvedés története párbeszédes történet. Szól elsősorban róla, de rólam is, az önmagammal, az embertársammal, az Istennel és az élettel való kapcsolatom viszonylatában. Elítélik, elítélem, elítélnek. Leroskad, leroskadok, bírni akarja, bírni akarom. Fölfeszítve teljesíti, akaratát véghez viszi, elsötétült, befejezte. Így elmélkedik egyik rendtársam a keresztút állomásai felett. Párbeszédes ez a történet. Van benne helye Isten érzéseinek, szavainak és hallgatásainak. Van benne helye az én érzéseimnek, az én mondani valómnak, az én hallgatásaimnak is. Az idei nagybőjt különleges ajándéka volt számomra, hogy egyik rendtársam bíztatására Budapesten vele együtt meghallgathattam Johann Sebastian Bach János passiójának 1724-ben bemutatott verzióját. Csodálatos és magával ragadó kompozíciója ez a szenvedés történet és a lélek párbeszédének. Miközben ma mi Jézus Krisztus és a mi érzéseink, szavaink, hallgatásaink párbeszédéről is elmélkedünk, Bach János passiójának kérdései és kérése visszhangzik bennem. Ó, én lelkem, hová vonsz engem el? Hol találok majd enyhülést? Itt maradjak-e, avagy magam mögött hagyjam a dombokat, a hegyeket? Sehol nincs a világon jó tanács, s a szívemet bűnömnek kínja gyötri csak, mert a tanítvány megtagadta urát. Péter mindent elfelejt, Istent megtagadja, ám keserves könnyet ejt, amint ránéz atya: Jézus, nézz rám szemeddel! Ha nem bánom vétkem, hogyha bűnt követtem el, indíts meg szívemben. Az Úr Jézus királyi bevonulásának és örömét és drámáját, az ő szenvedésének történetét a maga teljességében befogadni talán képtelenek vagyunk. Vannak viszont szemszögek, nézőpontok, talán a tagadó Péteré, vagy Máriáé, vagy valamelyik korbácsolóé, ahonnét könnyebben, őszintén, és vállalva magamat úgy, ahogy vagyok, láthatok rá Jézusra, és kérhetem: Jézus, nézz rám szemeddel. És Jézus rám néz, és válaszol. A nagy hét
amely ezzel a szentmisével kezdetét veszi, és végig vezet bennünket az utolsó vacsora termétől a főpapi lakon és Pilátus udvarán keresztül a Golgotán át a húsvéti hajnal felszabadító és feltámadó öröméhez, pontosan ezt az utat bejárva és át és megélve, szeretne Jézus szemszögéből válaszokat adni a nyitott fülű és nyitott szívű keresőnek, az ő tanítványainak, nekünk, és minden jó akaratú embernek ezen a földön. Virágvasárnap válaszai többek között: az Úr tanította nyelvemet, hogy támasz lehessek, hallottuk Izaiásnál. Támaszra várok, támasz lehetek, és kell lennem még akkor is, ha tépnek, ha nem értenek. Világunk nem lázítókra, feszültséget generálókra, hanem békességre, közösséget teremtőkre és ápolókra vágyakozik, igaz támaszokra számítana. Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, hallottuk a Szent Leckében. Kiüresítette magát, helyet készített önmagában az Atya akaratának, az ember megváltásának, és közben önmaga maradt. Nem ez lenne a mi emberségünk és keresztény voltunk alapja is? Helyet készíteni magunkban Istennek, akitől származunk, kivétel nélkül minden embernek, hiszen ők is az Isten teremtménye, és közben önmagam maradni. Ó, én lelkem, hová vonsz engem el? Hová tehetjük fel mi is a kérdés? És lelkünkben megszólal egy hang. Nagy hét párbeszédes történéseihez viszlek, hol van helye érzéseidnek, van helye mondani valódnak, van helye hallgatásaidnak, és ahol az Úr Jézus érzésvilágában, mondani valójában, és még a hallgatásában is válaszokra találhatsz. Kedves testvéreim, ajándékba kapjuk újra a húsvéti szent napok megtapasztalásait. Ne féljünk Jézus mellé szegődve párbeszédbe elegyedni Istennel, önmagunkkal és a minket körülvevő világ hatásaival. Felállva valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istenből, világosság a világosságból, valóságos Isten a valóságos Istentől, született de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Pontszűs világos alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben,
urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavába, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy kerességet, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az imádkozunk testvéreim, hogy megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket. Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Megváltó kereszt halálod által adj örök életet az elhunyt híveknek. Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Oh.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, egyszülött fiat szenvedése engeszteljen ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük fel szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vallott. Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulást adott nékünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdeti és vég nélkül zengi. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel, Cirill Prézes apátunkkal, Jeromos perjelünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Benedek atyánkkal, Szent Ányos püspökkel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyád, aki a mennyében van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg ékeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, Urunk, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az veletek. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen egy egyes. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, imádkozz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, imádkozz nékünk. Isten az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok jövő, hogy vajon vagy vajon, hanem csak egy szóval, és megjött az thank you.
Könyörögjük. Mennyei eledellel tápláltál minket, Urunk Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, közösségben, Tihanyi templomunkban és a Duna TV segítségével határon innen és túl megünnepeltük nagy hét kezdetét. Kívánom mindannyiunknak, hogy a lélek örömével várjuk a húsvétot, és ezek a napok valóban elmélyült napok legyenek, amelyben az Úr megadja mindannyiunk számára azokat a válaszokat, amelyekre létünkben szükségünk van. Apátsági templomunk nagyheti szertartás és lelki gyakorlatos rendjét internetes felületeinken, a hirdető táblán és kinyomtatva a templomkapuból elvihetik. Szeretettel várunk mindenkit ezekben a napokban ide, a békének erre a félszigetére, hogy együtt imádkozzunk. Tihanyi Bencés szerzetes közösségünk nevében is kívánok minden jelenlévőnek és minden tévénézőnek Isten kegyelmével gazdag, áldott nagy hetet, és majd boldog feltámadás ünneplést. Fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints a Te családodra, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus tétovázás nélkül a bűnösök kezére adta magát, és vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Thank you.
Kedves nézőink, virágvasárnapi római katolikus szentmisét közvetítettünk a Tihanyi Bencés apátságból. Nagy csütörtökön délelőtt 10 órakor a Szatmárnémeti Székesegyházból közvetítünk krizmaszentelő misét, amelyet Schönberger Jenő megyés püspök tart, koncelebrálva a Szatmári Egyházmegye papságával. Nagypénteken este 9 órakor a Kolosseumból közvetítjük Ferenc pápa keresztútját a Dunavördön. Húsvét vasárnap délelőtt a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházból közvetítünk püspöki szentmisét, majd délben kapcsoljuk Rómát, ahonnan Ferenc pápa húsvéti üzenetét és Urbi et Orbi áldását juttatjuk el otthonaikba. Szeretettel ajánlom minden kedves nézőnk figyelmébe a Bizony Isten YouTube csatornát, ahol a vallási szerkesztőség minden műsorát megtalálják és visszanézhetik. Ha tehetik, iratkozzanak fel rá. Valamennyi munkatársam nevében áldott nagy hetet és békés virágvasárnapot kívánok. Viszontlátásra!